február utolsó napján lesz a parlamenti választás. Magyar szempontból a tét egyértelmű, lesz-e képviselete a felvidéki magyaroknak a pozsonyi parlamentben? Az 5%-os bejutási küszöböt kellene ehhez megugrani. A mintegy félmilliós felvidéki magyarságnak egyébként már 10 éve nem volt hiteles parlamenti képviselete, úgyhogy gondolom ez is most a tét. Bárdos Gyula felvidéki politikussal, a Magyar Közösségi Összefogás lista vezetőjével beszélgetünk. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok! Ugye ezen szeretnének változtatni, tehát, amely a Magyar Közösség Pártja, Magyar Fórum és az Összefogás együttműködésével jött létre, maga ez a választási párt. Bárdos úr, hogyha nem tévedek, akkor a Csemadok elnöke Pozsonyban a bölcsészkaron végzett, dolgozott szerkesztőként, újságíróként és több évig a parlamentben is dolgozott képviselőként. Most pedig ismételten nekivág a választásnak egy fiatal csapat élén. Nos, egyáltalán hogyan jött létre röviden ez a választási párt? És miért érezte az, hogy az élére kell állnia? Hát nagyon fontos, hogy a felvidéki magyarságnak legyen ismét hiteles képviselete. És az, ami néhány hónappal ezelőtt történt az európai parlamenti választások során, hogy a Magyar Közösség Pártjának 400 szavazata hiányzott, hogy legyen parlamenti képviselője Brüsszelben, ez arra intett mindenkit, hogy össze kellene fogni végre, és nem egymással szemben pozícionálni magunkat, hanem egy országos megméretetésen kellene egy magyar lista. Ez a szándék vezérelte a Magyar Közösség Pártját, a Magyar Fórumot és az Összefogást, amely átnevezte magát Magyar Közösségi Összefogásra, és így választási pártként indulunk, a választási szövetségként indulunk a február 29-én megméretetésen. Tehát nem egy párt, hanem egy választási szövetség, ahol nem csak a három pártnak a tagjai indulnak és jelöltjei, hanem indulnak olyan függetlenek is, akik nem akarnak pártpolitikát folytatni, de a közösség szempontjából úgy érzik, hogy elérkezett az idő, hogy össze kell fogni. Tehát az árokásás helyett, a szembenállás helyett az összefogás, az együttműködés, az egyedül lehetőség arra, hogy országos megméretetésen sikeresen szerepeljen a felvidéki magyarság. Többször használtam már az elmúlt időszakban a szembenállás szót. Egy interjúban úgy fogalmazott, hogy 2010 óta, mióta a Magyar Koalíció pártja ketté vált, és most így egy önálló politikai identitással vált, az árokásás, a szembenállás megy, és a mindennapokban is ez mérgezi a hangulatot. Miért nem sikerült tárgyalni? Hát az igazság, hogy nem sikerült a két pártnak, a Hídnak és az MKP-nak megegyezésre jutnia. Elsősorban azért, mert a Híd úgy gondolta, hogy a 70-30 arányban kellene ennek az egyezésnek megtörténnie, és az önkormányzati választások eredményei, a megyei választások eredményei, az államfőválasztás, az európai parlamenti választás azt mutatja, hogy más a helyzet, mint korábban volt. Gyengült a Híd, és erősödött a Magyar Közösség Pártja. De a Magyar Közösség Pártja úgy gondolta, hogy nem volna szabad külön elindulni a választáson azért, mert nem pártként, és ez a változás az elmúlt 4 évhez képest, a korábbi választáshoz képest, hogy nem egy párt, hanem egy párt szövetség indul a választáson, tehát sokkal szélesebb kört lehet megszólítani, és ami a legfontosabb, hogy olyanok is itt vannak a listán, akik korábban nem akartak indulni azért, mert ez a megosztottság számukra nem volt elfogadható. És amikor az 5 párt, amely be van jegyezve Szlovákiában, és úgymond magyarokat is szeretne képviselni, mind az 5 párt azt állítja magáról, leültünk egy asztalhoz, akkor az 5-ből a 3 úgy döntött, hogy mi együtt indulunk, és le akarjuk váltani a mostani kormányt. Tehát kormányváltó erőként összefogva szeretnénk, és a választás követően pedig azok, akik eddig nem úgy gondolták, szerintem ők is majd csatlakozni fognak, mert a szembenállás helyett egyértelműen össze kell fognunk, mert akkor tudjuk sikeresre vinni a felvidéki magyarságnak a kérdéseit, mert az eddiginél jóval hatékonyabb és egyértelmű parlamenti képviseletre van szükség ahhoz, hogy a nyelvi jogaink, a kisebbségi jogaink, hogy Dél-Szlovákia felzárkózzon. Tehát sok mindenben kellene sokkal egyértelműbben és határozottabban véleményt mondanunk, és ez ott kell lenni a parlamentben, és ez a kormányt is be kell váltani. Magyar szavazatokkal juthatnak be a parlamentbe. Hogyan tudják megszólítani a korábbi Híd választókat, a magyar embereket, a déli régióban élőket, vagy mi a tétje a február 29-i választásnak? Természetesen mindenkit meg szeretnénk szólítani, akinek fontos, hogy közösségünk, a felvidéki magyar közösség, legyen képviselete. Tehát olyanok is vannak, akik korábban nem ránk szavaztak, hanem a Hídra szavaztak, vagy nem vettek részt a szavazáson, és őket szeretnénk elsősorban megszólítani, mert az ő részükről fogalmazódott meg az igény, hogy össze kell fogni.
Tehát az összefogás igényét a választó fogalmazta meg, és ezt az igényt próbálja kielégíteni a mi szövetségünk. Aki úgy gondolta, hogy össze akar fogni, tehát az 5-ből 3, nyugodtan mondhatnám, hogy körülbelül 2/3 a politikai pártoknak és a felvidéki magyarságnak sikerült ezzel megszólítani. Ha mindenkit meg tudunk szólítani és mozgósítani tudunk, akkor egyrészt elsősorban a magyar szavazatokra szeretnénk koncentrálni és fokuszálni, de fontos-e velünk együtt élőknek is a támogatása, mert velünk együtt Dél-Szlovákiában élnek szlovákok, élnek más nemzetiségűek, és az, hogyha Dél-Szlovákiát sikerül fölzárkóztatnunk, és sikerül olyan törvényeket elfogadtatni a parlamentben, és olyan változásokhoz hozzájárulnunk, hogy mindenki jobban érezhesse magát, és otthon érezhesse magát a saját szülőföldjét, ez mindenkinek jó. Még egyszer egy kicsit a legfőbb politikai üzenetről, ugye egy történelmi nap. Megvan még pozsonyunk a sány, a miénk is vár, hogy múlik a múlt. Fáj, ami fáj. Na tudom, a Komáromi nagygyűlés 26. évfordulója január elején mutatták be a választási programjukat, melyet közösen gyúrtak össze, mondhatjuk így, és 16 szakterületet ölel fel. Ugye már ebből Bárdos úr említett többet is, átfogó kisebbségi törvény elfogadtatása, a kisebbségek kollektív jogainak elfogadtatása, de gondolom nagyon fontos kérdés a kettős állampolgárság ügyének megnyugtató rendezése is. Tételezzük fel, hogy bejutnak a parlamentbe és kormánypárttá válnak. Melyek lesznek a legsarkalatosabb programpontok? Mivel kezdenék? Én biztos vagyok abban, hogy a felvidéki magyarok és velünk együtt élők szavazatának köszönhetően ott leszünk a törvényhozásban a parlamentben. Amit ön felsorolt, ez mind tartalmazza a mi programunkat. De a mi programunk amellett, hogy sajátos kisebbségi kérdésekkel és emberi jogi kérdésekkel is foglalkozik, természetesen foglalkozik az élet valamennyi területével. Hisz pont ma a szakértők, a gazdasági szakértők a 25 induló párt közül a második legjobbként értékelték a mi gazdasági programunkat. Tehát azt jelenti, hogy a programunk, a csapatunk, a fiatal emberek, a fiatal hölgyek, akik indulnak a választáson, a tapasztaltakkal együtt egy olyan csapatot alkotnak, ahol mindenkinek megvan a szerepe és a helye, és ez a választási párt lehetőséget ad a szlovákiai választások során van egy úgynevezett preferencia szavazás. Tehát a jelölt listán lehet valakinek a neve előtti sorszámot karikázni, és a választók döntik el, hogy kik azok, akik bekerülnek a törvényhozásba. És mi ezért gondoltuk azt, hogy végre első alkalommal egy teljes magyar listát indítunk, valamennyi 150 jelöltünk magyar, és ezen a magyar listán szeretnénk olyan támogatást szerezni, hogy elindítassunk egy új időszakot március 1-én a választásokat követően, amikor már tényleg nem a szembenállás, nem az árokásás, hanem az összefogás, az együttműködés fogja jelenteni az utat, mert erre égető szüksége van a felvidéki magyarságnak, szerintem az országnak is, és ez mindenkinek jó. Tehát mi ehhez szeretnénk hozzájárulni, és ezért indulunk, és ezért óriási a tétje a február 29-én választásnak, mert valószínűleg magas lesz a részvétel, és magas részvételnél még inkább mozgósítanunk kell. Tehát mindenkit megszólítunk, mindenkinek elmondjuk, hogy miért fontos, és ez nem rólam, nem rólunk, nem a jelöltekről, ez a felvidéki magyar közösségről szól, a mi jövőnkről szól. Ezért szeretnénk jó eredményt elérni. Akkor gondolom mondhatjuk azt is, hogy a 98 és 2006 közötti koalíciós sikereket szeretnék megismételni. Köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget.